Új kis fák díszlenek az óvoda udvarának azon a részén, ahol a játszótér helyezkedik el. Egy részük ide került, hogy majd árnyat adjanak, ha megnőnek. A növényeket gondosan válogatták, a legalkalmasabb fajták kerültek a gyermekintézménybe. A faültetés csoportonként közösen történt. A közszolgáltató minden évben ültet nekünk fákat, díszbokrokat, tehát mondhatjuk azt, hogy talán idáig, hogyha vissza gondolunk, minden évben több fát és bokrot ültetett ide az udvarra, ugyanis amikor ide költöztünk ebbe az épületbe, akkor az udvarunk szinte üres volt, és hát azt gondoltuk, hogy ezt egy kicsit be kell népesíteni nem csak játékokkal, hanem növényekkel is. Ez a mai nap ez egy kicsit különleges, mert elég sok fát ültettünk, mégpedig 9 darabot. A földnapi környezeti nevelés szorosan kapcsolódik a zöld óvoda programhoz. Megismerhetik a növényeknek a gondozását, a védelmét, és nagyon-nagyon szívesen gondozzák, gondoskodnak a saját kis növényeikről. Ezt mutatja a kiskertünk, amit szívesen ápolnak a gyerekek örömmel. A kicsiknél ez gyümölcsös kert, epret ültetünk, a nagyobb bacskák már zöldségféléket is termelnek. Beleteszed a vízbe, és földdel a kezünkkel betakarjuk, úgy, ügyesen. A faültetés mellett a szülői szervezet kezdeményezésére és koordinálásában kis zöld tündérszigetek kialakítására is törekednek. A szülői szervezetnek az a szerepe, hogy az egyik tagunk, Krigler Éva, nagyon ügyesen böngészik a neten, és ő találta meg ezeket a tündérkerteket, és hát arra gondolt, hogy esetleg a csoportok saját maguknak csinálhatnának egy ilyen tündérkertet. Ezt a megmozdulást mi a csoportoknak anyagilag is tudtuk támogatni a szülői szervezet. Úgyhogy hát nagyon várjuk ezeket a kerteket. Már egy elkészült, azt hiszem a mai nap folyamán fog elkészülni a második, de a Zsófia napokig valószínűsítetőleg minden csoport ezt meg fogja valósítani a gyerekekkel együtt. A legkisebbek örömmel vettek részt a faültetésben, kivették a részüket a munkából derekasan. Így valósul meg, hogy ebben a legfogékonyabb korban szerezzenek tapasztalatokat, megtanulják, hogyan tehetnek ők is a föld védelméért.